Szólítom a piros sarokba. Albert Béla, Vecsési Sportegyesület. És tisztelt hölgyeim és uraim, szólítom a kék sarokba. Hankó Kálmán Kási. És akkor itt van a piros sarokban megérkezett Albert Béla, Vecsésről Csöndes Henriket győzte le. Csöndes Henriket győzte le tenapján a folyamán, még a kék sarokban Hankó Kálmán, Vánckó Attilát búcsúztatta további küzdelmektől. Tehát Albert a piros sarokban. Hankó a kékben, ugye Hankó Kálmán egy fiatal tehetség, a KSI öklözője, Kozák László nagy ellenfelei az ifi versenyeken. Kíváncsian várjuk, hogy vajon mire megy Albert Béla Hankó Kálmánnal, vagy Hankó Kálmán mire megy Albert Bélával. Szorítóval. Másodpercen belül következik. Kiderül az első menet. Hisz következik az első menet. Pirosban Albert, kékben Hankó. Ketten nagyon gyorsak, ez már az első ütésváltás során is látszódott, meg hát tegnap is. Szépen talált balra a Hankó. Sarokba sincs szorítva. Ugye. Érdekes, hogy Albert ugye magasabb jó néhány centivel Hankónál. Mégis nem látszik az eddigi bunyón, hogy ez hátráltatná Hankót. Itt az első perc végén. Szépen dolgozik nagyon Hankó. Ügyesen, szépen felépítve. Nem kapkodósan. Figyelmeztetik Hankót. Albert próbál előre menni, nem túl sok sikerrel. Hankó egy visszaveri ezeket a támadásokat. Nagyon szépen húzta meg ballal Hankó, és talált fejre. Folyamatosan dolgozik, folyamatosan üzi, hajtja Hankó Albertet. Eddig Albertnek nem sikerült ellenszer találni a Hankó villámgyors belépéseire, ütéseire és elmozdulására. Aztán ilyenkor, hogy amikor bent vannak a sarokban, az lehetne, hogy itt nem is egy támpont, de hogy egy lehetőség Albertnek, hogy dolgozzon, de Hankó nagyon szépen hajol el törzsből, az ütések elől, és támad vissza. Megint azért közbeszúr baldal is talált Hankó. Mosolyog, élvezi a bunyót, szépen talált megint bal a fejre. Lent van a keze, jól gyorsan emeli föl, gyorsan dolgozik törzsből, hát Hankó tényleg a jövő reménysége. Sokat dolgozik lábon, sokat mozog a ringben, az első menet így fog véget érni, kérdés lesz még valamilyen értékelhető akció vagy találat. Hankó bemutatjuk egy testütéssel, és így ér véget az első három perc. Másodpercek vannak vissza a szünetből. Albert állva, Hankó ülve várja a tanácsokat. Mikor is kezdődik? Szorítóból. Következik a második menet.
szépen szúr be jobbal Hankó. Albert próbál megkontrázni. És nem egy Hankó testre, aztán fölütés fejre. Gyönyörű. Igazi adok-kapok alakult ki, amiből Hankó jött ki jobban. Itt az este 20. 69 kg most utolsó negyedik küzdelmében. Hankó Kálmán és Albert Béla közben kétszer is talált Hankó kézzel, méghozzá jobb kézzel fejre. Közben azért nem igen kapott, pedig Albert rendszeresen próbálkozik. Nagyon gyönyörűen hajol el törzsből Hankó. Szinte látja, érzi, olvassa az ellenfél mozgását. Lassan repörög az első menet, második menet első perce. Szépen most megsorozza a sarokban Albertet, testre folyamatosan. Beszúr ballal, Albert próbálkozna, de mostán az egyik ütése ült is Hankón, de ilyen lépett hátra, ezért teljes erejéből nem tudta elérni. Gyönyörűen használja a törzsét Hankó, nem lehet kiöngségözni, hogy elhajol. Látja, érzi, merre jön az ütés, közben szépen szúr közbe, ver közbe. Bár most ez a kettős fedezéket találta Albertem. Ballal varázsolt, jobban ütött, most azért jobb horog, ez megtalálta Albert fejét. Most kétszer is talált jobban Hankó. Mozogja a lábon egész egyszerűen Albertet, aki a ring közepén próbálja követni. Amikor Hankó akar, akkor bemozdul, üt, talál, aztán már ott sincs. Egész egyszerűen még amikor beszorítja esetleg Albert a sarokba, akkor is törzsből olyan gyönyörűen hajol ki, és fogja így le az ütéseket ezáltal, hogy csak a levegőt csépeli Albert, hogy tényleg le a kalappal Hankó előtt. Hát így azért nehéz dolga van Albertnek, de becsülendő, hogy mindent megtesz azért, hogy megpróbáljon valamit. Lassan lepereg a második menet is. Most megint beköszönt azért ballal Hankó. Most ott volt helyén Albert kettős fedezéke. Az utolsó másodpercek kérdés, hoz nekem még valami meglepetést. Nem. Így ér véget, és jönnek ki egy perc pihenőt követően a harmadik menetre. Másodperc és következik a harmadik, mindent eldöntő menet a szorítóból. Befejező menet. Albert és Hankó között az első két menetben nagyon sok táncolással, sok mozgással őrülte föl Albert idegrendszerét, vagy próbálta meg Hankó, és közben közbeszúrásokkal, találatokkal dolgozott. Most is hasonló a formula. Hankó mozog, közbeszúr, támad. Jobban varázsol, balra támad Hankó. És így lesz vége lassan majd az első percnek. Megint itt a sarokban. Próbál Albert találni. Hát Hankó nem egy könnyű eset. Nem nagyon engedi magát. Gyönyörűen talál most Hankó ballal. És
És jó helyen volt Albert, kettős fedezéke. És ballan robbant be Hankó. Fejre. Tényleg öröm nézni, hogy fürgén szaporál megy lábbal. Berobban, aztán már ott sincs. A magasabb, hosszabb Albertnek sokszor esélye sincs lekövetni Hankó mozgását. Nem, az utolsó menet fele közben. Megint azért ballal csak talált fejre Hankó, egy hármas kombinációt középső ütéseként. Szépen most jobban talált Hankó fejre. Ez egy kiváló ippon lett volna judóban, de mivel ökölvívó országos bajnokságon vagyunk, ezért nem értékelhető a történet. Annyit nyert vele Albert, hogy beléptünk az utolsó percbe. Forgatókönyv ezúttal se változott, akárcsak az elmúlt 8 percben. Hankó bitang sokat mozog lábbal, beugrik, üt. Ha esetleg valamelyik sarokba be is szorul, akkor hiába van ott Albert, törzselhajlásokkal, kiugrásokkal, közbeütésekkel megzavarja. Ellehetetleníti a támadásait. Most megint ott van a sarokban Hankó. Most szét választja őket a vezetőbíró. Nem sokára véget ér majd a harmadik egyben záró menet. Testre dolgozott most sokat Hankó. Most fölment azért fejre. Az utolsó másodperceket nagyon meghúzza Hankó. Gyönyörű volt ez a jobbos fejre. Valószínű így ér véget a mérkőzés. Szimpatikusan mennek egymás edzői stábjához. Nagyon fontos információ. Ennek a mérkőzésnek az eredmény hirdetése után 5 perc technikai szünet, hiszen a technika kicsit megtréfált bennünket, úgyhogy 5 perc technikai szünet. Még egy nagyon fontos információ, kérném mindenki figyelmét, László János 141 Audi a hátsó bejáratot elállta, a hátsó kapuba. Mérkőzés eredmény hirdetését követően hogy lesz egy 5 perces technikai szünet. Nem tudnak kijárni a hátsó bejáratnál, tehát László János 141 aztán folytatódik majd a selejtező második napja a 21. meccsel, ma már 75 kg-ban itt a 94. Papp László felnőtt férfi magyar ökölvívó bajnokságon, azaz Erit OB-n. Maradjanak akkor is majd velünk, de most még először eredményhirdetés következik. Tehát ahogy kihirdettem ennek a mérkőzésnek az eredményét, utána 5 perc technikai szünet, és érkeznek a 75 kilós súlycsoport versenyzői, ugyanis 75 kg-ban folytatjuk tovább a Papp László férfi felnőtt magyar bajnokság küzdelmeit. Tisztelt hölgyeim és uraim! Jön az eredményhirdetés. Lássuk a medvét, de leginkább azt, hogy kimegy tovább. Tisztelt hölgyeim és uraim! Egyhangú pontozással győz. A kék sarokban Hankó Kálmán keres. Hankó Kálmán. Most akkor az az 5 perc technikai szünet, és érkezünk a 75 kg-os selejtezőnye. Most 5 perc technikai szünet következik, a nagyjából 7 óra előtt pár perce folytatódik a mai műsor. A 21. mérkőzésre, hogy a 36 találkozó van, az azt jelenti, hogy még van vissza 16. Méghozzá ne menjenek messzire, mert tényleg érdemes itt maradni, ha legmagasabban.